Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Egy 24 részből álló Möller Professional MR 6454 számra hallgató dugókulcs készletet fogok nektek majd bemutatni. Ha már ugye a Flexet megmutattam, akkor mutassam meg ezt is. Alapon így a fém dobozban találhatjuk, és közelebb hozom nektek, tehát ugye itt van, hogy Möller Professionale, és itt van a száma a nyomorultnak, és ezt a készletet találjátok a dobozba. Hát ennek az akciós ára mennyi is volt? 5600-800 forint. Ugye a megszokott gyertyakulcs, a megszokott csuklós toldó, van egy rövid toldónk, van egy hosszú toldónk, van egy fix hajtó karunk. Ez azért jó, mert ugye beáll ide középre, akkor így is tudsz vele dolgozni. Zseniális, és akkor már is tekintsük meg az egyes dugó kulcsait, az 10-estől indul, és 32-ig. Igen, 32 mm. Akkor mutatom nektek, hogy közelről is lássátok. Így néz ki. És akkor ugye mindegyikre rá van írva, hogy Möller, illetve minősége. És természetesen króm vanadium van ráírva. A 17-es, tehát még az érdekessége, hogy én miért vettem meg, mert látjátok, én nem látom, bocsánat. Tehát az érdekessége 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindegyik 6 sarkú. Ezért vettem meg csupán, illetve 10-22-ig egyenként emelkedne, de ugye van 16-osunk, 17, 18, 19, itt van a hülyeséget nem mondjak, a 20-as, 21-es, 22-es, szerintem 23-as nem lesz benne, 22-es, és nézzétek meg, még egy 22-es. Tehát ez is 22-es. És ez 22-es. Tehát két egyforma van belecsempészve a leírásban. Vagy helyesebben a készlet leírás, kész, hogy így a készletben. Tehát két egyfát láthattok. Mert ugye 23-as nincs, elég csodálkoztam volna, hogyha lett volna benne. Mert úgy adta ki először, de 2-22-es van benne, aztán van 24-es, 27-es, 30-as és 32-es. Tehát a szokásos leosztás és a hajtószár. Ezt a két csavart minden új készletnél meg kell húzni, és én szoktam cseppenteni olajat, egy-egy cseppet a váltójához. Itt ugye letépést, láttam olyat, aki egyszerűen letépte. Ez a kis hajtószár az egynegyedesnél nem tesz jót. Hát ugye amikor fölteszünk egy... Tehát nem bírod, hát nagyon akarod, rábírod nyomni, de benyomod ugye a kioldóját, és akkor... Én mindig a üvét szoktam hallgatni, a kattanását, abból lehet következni minőségre. Hát értem szerint, hogy ez is jobbos balos hajtás, most éppen jobbra hajtásom van, és szintén rá van írva nagy betűkkel, hogy vanádium. Egyébként ezek a hajtószárak
Jók. Nekem van az eredeti készletem, már 4 éve nyüstölöm eredeti hajtószárával. Van az olcsó készletem, a 8900 forintos, hát már egynegyedes hajtószár már elvérzett, de az rendkívül, az eredeti, az rendkívül jól bírja. Na most, ez az, nem mondom, hogy nem lehet ezeket használni, csak sokan azt felejtik el, hogy mire is valók ezek a készletek. Ugye helyszíni szerelésre, kisebb munkák elvégzésére, amin a gyártó meg szokta adni a max nyomaték tartományt, amiben ezt a nyomorultat lehet használni. Itt nincsen, de a Möller oldalán biztos, hogy fönt van, viszont 69 Nm-re szokták ezeket a készleteket limitálni. Tehát azt mondja a gyártó, hogy 69 Nm-t bír, vagy 89 Nm-t, vagy 98 Nm-t. Na most, ugye jelen esetben a Möller, aki egy barkács szerszámokat készítő cég, forgalmat készítő cég, ugye azt mondja, hogy most tegyük fel, nem néztem utána, de most legyen ez 69 Nm-es készlet. Azt mondja, hogy 69 Nm-be szabályozom le, és esetleg még 10% a tűrése, amit még elbír ez a racsni, vagy az adott dugó. És sokan ugye, főleg ezeket használják szel hosszabbítónak, vagy pedig egész egyszerűen csövet húznak erre. Ez nem arra való, hogy erre csövet húzzál. Van ennek egy testvére, kétszer ilyen hosszú, amintén le van szabályozva 101 Nm-re, de az nem fog elhajlani. Ha erre csövet húzol, biztos úristen, hogy elhajlik. Hát ennek fényében, ennek tükrében kell ezeket használni. És ami nagyon fontos, hogy ezek nem gépi kulcsok, vagy dugók, mert ugye a gépi kulcsnak más a profil kiképzése, hiába tetszetősen, most mutatom nektek, hiába tetszetősen így van kiképezve ugye a munkafelülete a gépi kulcsnak, de természetesen ugye itt szokták bepattintani. Jelen esetben ott van a rugó, és ezt így pattintják össze, és így van meg a biztos kötés, és nem fog leesni. Tehát ez gépi, ugye, ennél erre is odafigyeltek. Még megfogok egy ilyen készletet, vagy egy ilyen dugót. Szintén hasonló a kiképzése, tehát hasonlóan néz ki a gépihez, de ez, csak ha jobban megnézitek, láthatjátok, hogy a golyóknak csak sűjeszték van, hogy egy biztást nyújtson, hogy ne veszítse el, mert nincs annál szarabb, amikor hosszabbítasz, és benyújtod, aztán leesik. Tehát egy bizonyos tartást ugye adnia kell. Mert milyen az, hogyha benyújtod valahova, mit tudom én, a motortérbe, és akkor így lefordítasz, le is esik a picsába. Most ez szintén ide használat előtt, első használat előtt, és utána, ha odafigyelve, néhány csepp, egy csepp olaj, vagy két csepp olaj, és azért figyeljünk a szerszám takarításra, tehát ezt is tessék kitakarítani, ezt is megtakarítani, mert ugye a por, homok, olaj, sár, bármi belekerül, ami az azonnali meghibásodásához vezethet. Tehát akkor összegezve ez a Möller, ez a dugó kulcs készlet 5600 forint volt. Ez egy nagyon jó barkás, szerszámnak tartom én. Valóban kisebb munkákat el lehet vele végezni, ilyen akár az autóban is tárolva kisebb üzemzavarokat el lehet vele hárítani. És
fém házas, ugye, tehát könnyen lehet hurcolni, és nem esik, nem szóródnak szét a szajrék belőle. Mondjuk, amit már kispórolt, ugye emlékeztek régi szakik, hogy régebben itt szivacs volt. Már a Möller ki, spórolta, az olyan, mint az autógépház tetején belülről a bunda, de hát 5600 forintért mit várunk el, társak? Igaz? Remélem, hogy ezzel a kis bemutatóval is tudtam okosságot mondani, mutatni. Köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok!